Az Európai Uniós választás tétje az is, hogy a magyar emberek számára fontos kérdések oda kerülnek-e az unió asztalára, illetve lesz-e valós képviselete a magyar embereknek az Európai Unióban, mondta az LMP társelnöke Szolnokon. Demeter Márta úgy fogalmazott, az LMP célja, hogy a következő fejlesztési ciklusban érdemben jusson forrás munkahelyteremtésre, béremelésre, a diákok és a fiatalok támogatására, az oktatás és a nyelvoktatás helyzetének javítására. A magyar kormány 2020-tól pedig bevezetné azt, hogy a felsőoktatási felvételit azt nyelvvizsgához kötné. A magyar diákok jelen pillanatban nem állnak erre készen, pontosan az oktatási rendszernek a nagyon súlyos hibái miatt. Éppen ezért az LMP elutasítja azt, hogy ilyen korlátozás legyen bevezetve a magyar diákok számára. Demeter Márta kiemelte, pártja az EU-s forrásokból az általános és középiskolai nyelvoktatást ösztönözni. Az LMP a magyar parlamentben törvényjavaslatot nyújt be azért, hogy amíg nincsenek meg a megfelelő feltételek, addig nem szabad a felsőoktatásban nyelvvizsgához kötni a felvételit. Erre még nincs készen a magyar társadalom és a magyar oktatási rendszer. Először ennek kell megteremteni az alapjait. A magyar diákoknak több mint a fele középiskolai tanulmányaik alatt nem tud letenni egy B2-es középfokú nyelvvizsgát. Először meg kell teremteni a megfelelő feltételeket az uniós források segítségével, ezután lehet ilyen kikötéseket tenni az egyetemi felvételire. Tóth Áron hozzátette, jó ötletnek tartja az egyetemi felvételi nyelvvizsgához kötését, de csak abban az esetben is akkor, ha a megfelelő nyelvtudás megszerzésének alapjait és lehetőségét már megteremtették.